Na, kamerateszt beltérben. Ezen a kamerán már rengeteg beállítási lehetőséget lehet eszközölni, úgyhogy ez valószínűleg jó lesz. Most ilyen félautomata módban működik ő. Rekesz értéket állítottam, viszont autó ISO és autó fókusz. Viszont a fókusz, az autofókusz az ilyen smooth, ilyen nagyon ilyen lassabb, nem az a tipikus így ugrál, mint az őrült kategória, tehát hogyha valamire ráfókuszálunk, akkor szépen átmegy rá a fókusz, látjátok most itt ez a felső rész, és ott a mögötte lévő dolgok azok szép homályosak. Ugye? Hogyha ugye így viszem tovább a kamerát, akkor az van, hogy szépen lassan megy át a fókusz azokra a dolgokra, nem hirtelen, de egyébként, hogy ha akarok, akkor én is tudok fókuszálni gyorsan egy gomb segítségével. És Sanyika összedöntötte a dolgokat. Ugye, hogyha megnyomom a gombot, akkor instant átugrik a fókusz arra, ami benn van ugye a keresőben. Ugye így is meg tudom csinálni, ding, egyből. De viszont szerintem egész jól működik a fókusz. Amúgy is, csak ugye ilyen kis smooth, ilyen kis lassú, tehát ugye most erre fókuszál, hátal mögött lévő dolgok szépen mosva vannak, egész jó. Sanyika, természetesen ugye glanoptikai zoomunk is, amit ha már van, akkor kipróbálunk. Sanyi! Hát hogy vagy? Az a baj, hogy én itt nem látom egyébként, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire rossz ez a felvétel. Van nekünk az obiba, az objektívben, mi az? Nem digitális, hanem optikai képstabilizátorunk is, ami jó. Úgyhogy, hát nem tudom, majd ezt meg fogom látni a felvételeken, hogy igazából gépen látom meg, hogy mennyire jó. Nem is tudom, nem is állítottam felbontást, hát remélem, hogy minimum 1080 pin van. Egyébként ott van a régi komp, szegény. Igen. Na. Jó. Szerintem nem lesz ez a gond. Legalábbis remélem. Csinálok majd még egy kinti tesztet is. Úgyhogy valószínű, nem ragudjatok, de lesz ilyen videó, ilyen teszt videó most, hogy kinti teszt, benti teszt, meg ilyen hülyeségek, jó? Jáva matrica. Ja, hát ez hogyha szép lesz a kép, mármint számítógépen is frankó, akkor azért ezzel lehet normális videókat készíteni. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Még érkezni fog egy-két tesztfelvétel lehet.